Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A titkos éjszakák, a jó szellemek éjszakái már elkezdődtek a mai napon, december 31-én, a hetedik napnál tartunk. Ahogy átéled ezt a napot, automatikusan átviszed jövő év júliusára. Itt vannak bizonyos témák is, az otthonodról van szó, a családi kapcsolatokról, egy új kezdetről. Azon kívül ez az időszak segít abban, hogy meditálj, hogy meglegyen ez az elképzelés, mit hogyan tudnál elérni, és hogy elfoglald a helyedet az életben minden területen. Itt, ezen a napon is tartok egy szertartást, még mindig jelentkezhettek erre. A díjam 4000 forint. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a képek, hogy tudod elfoglalni a helyedet az életben. Itt látható egy kis pénz, nyereség, itt még több pénz, tehát az anyagiak rendeződnek. Sőt, lesz egy öröm, egy ajándék, egy jó hír, ez lehet egy előnyös szerződés is, amikor itt meg lesz a biztonság a munkát illetően, javul az anyagi helyzet, itt van a remény hozzá, egy jó hír, és látható a szerencse. Tehát minden jól fog alakulni. Viszont ügyelj a saját gondolataidra. Mert ha olyan gondolatok vannak, ó, én elveszítem a munkámat, itt lesz veszteség, mások kihasználnak engem, ezek a negatív gondolatok befolyásolják az eseményeket. És ha így van, ha erre gondolsz, hogy elveszítesz valamit, ami értékes számodra, akkor ebben az esetben megjelenik itt a tolvaj. Akkor tényleg így lesz, mert valaki elvesz tőled valamit. Ügyelj a saját gondolataidra. Ha ez a tolvaj a negatív gondolatokat távolítja el, hiszen ezt is el tudja távolítani, akkor itt van számodra a szerencse, egy jó üzenet, itt van a remény, az állandóság, a nyeremény. Még egyszer megjelenik a nyeremény, tehát az anyagiak javulnak, sőt, egy jó hír és egy ajándék vár rád. Ügyelj a saját gondolataidra! A mai napon szilveszter van, és én kívánok neked egy boldog új esztendőt. Nagyon sok szeretettel, Dendera!